Moson-Magyaróvár és környékének lakossága többnyire a külföldi utazásokat választja, mondja Hajósné Györfi Rita. Sokan döntenek az autós közlekedés mellett, de vannak, akik inkább repülőgéppel utaznak. Léteznek úgynevezett last minute ajánlatok is, ezekre azonban nem minden esetben érdemes várni, hangsúlyozta az ügyvezető. Én úgy látom, hogy hála Istennek most már a magyarok sem várják ki az utolsó pillanatot. Ez mindenkinek jó az utazás szervezőknek is, hiszen tudnak előre kalkulálni, de az utasnak is jó, mert akkor még megvan a választási lehetőség, és nem a maradékból kell úgymond mazsolázni. Főként a költségeket veszik figyelembe az érdeklődők, de más szempontok is befolyásolják a döntést. Milyen lehetőségek, szoba, mihez van közel, hogyha a víz mellé megyünk, akkor ugye, hogy közel legyen a vízhez, ne kelljen sokat utazni. Az egyik legkedveltebb úti cél Törökország, emellett népszerű Görögország, Spanyolország, Málta és Ciprus, de sokan maradnak hazánk határain belül is. A Balatonon például továbbra is szívesen vakációznak az emberek. Siófok, Petőfi sétány, lehetőleg, hogy Balaton szántott Földvár. A déli part nekem sokkal jobban bejön, mint az északi. Nem tudom, szerintem sokkal látványosabb, sokkal kedvesebb nekem. Sokan összetévesztik a külföldi konzulátus segítségét az utazási iroda tevékenységeivel, a konzuli szolgálat nem foglal szállást és a határon túli munkavállalással sem foglalkozik, a nyaralás során felmerülő problémákkal viszont nyugodtan lehet a konzulátust keresni. Például, hogyha külföldön elveszítjük az útlevelünket, vagy ellopják, ilyenkor az ottani konzul ideiglenes útlevelet állít ki, hogy haza tudjunk jönni vele. Ha krízis helyzetbe kerülünk, nem tudunk hazajönni, ilyenkor tanácsadással segít a hazatérésben, illetve hogyha válsághelyzet van, mint például most Gázában, akkor az evakuálás megszervezésében is segít. Bizonyos nagyon indokolt esetben nyújthat hazatérési kölcsönt is, amit természetesen a hazatérés után vissza kell fizetni. Érdemes tehát a lehető legaprólékosabban tájékozódni külföldi utazás előtt. Ezzel a sajnos már a gyakorivá vált átveréseket is kiküszöbölheti az ember. Összességében azonban mindenkinek ugyanaz a legfontosabb. Hogy legyenek ott azok, akikkel én együtt szeretnék lenni, és hogy tényleg egy olyan napot, egy olyan hétvégét, egy hetet töltsünk el együtt, amivel tényleg jól érezzük magunkat, és olyan élményekkel gazdagodunk, amit soha életben nem tudnék átcserélni semmi másra.